Váradi Dominik lakik abban a gyerekszobában, ahová Varró Attila, egri darázsvadász érkezett a bejelentés után. De az a lényeg, hogy ott ugyanúgy jön ki a darázs, de hál' Istennek itt még keményebb a plafon. Itt már nem. Anyával hazajöttünk a boltból, és bementem a szobámba is, és volt ott sok darázs, és megtaláltuk a lyukat. A család ezután szakember segítségét kérte. A fészek nyílását, ahol bejöttek a lakásba, egy vastagabb ragasztószalaggal lezártuk, hogy írtás közben nehogy ellepjék a gyerekszobát, így is pont elég gond van. A padláson megkerestük a fészket, leírtottuk a darazsakat, kiszedtük a fészket, lekezeltük darázsírtó borral, ami egy tartós szer, megakadályozza, hogy oda még egyszer darazsak költözzenek. A darazsak időszaka a nyár második fele. A kánikulában egyre veszélyesebbé válnak ezek a ragadozó állatok. A ház körül időnként több száz vagy akár több ezer egyed is lehet egy-egy fészekben. A méhekkel ellentétben ezek fullánkjukat akárhányszor használhatják. Támadás esetén pedig feromon kibocsátásával riasztják társaikat. Egy kisebb kolónia esetén megfelelő öltözetben kellő távolságból darázsírtó sprével mi is elvégezhetjük az írtást, de ha a veszélyes rovarok már átrágták a falat, az rejtett fészekre utalhat. Ilyenkor mindenképpen kérjük szakember segítségét.